fejlesztés, megkezdődött a Kígyó utca Debreceni út kereszteződésének átépítése. Ünnepélyes átadás, felújították a stadion műfüves pályáját. Küldöttgyűlés, eredményes 4 évet zár a Vöröskereszt megyei szervezete. Híradó a Nyíregyházi televízióban, jó estét kívánok! Megkezdődött a Kígyó utca Debreceni út kereszteződésének fejlesztése. A területfejlesztési operatív program keretei között megvalósuló pályázat során a csomópontot átépítik, ezen kívül gyalogos átkelőhelyek és 2 irányú kerékpárút létesül. Nyíregyháza több pontján zajlanak kivitelezési munkálatok, a Szegfű utcát 4 sávosra bővítik, gyalogos kerékpárutat építenek és záportározókat helyeznek el. A Tüzér utcán a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitását növelik, és a beton csőcsatornákat nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornákra cserélik. A Malomkertben záportározó blokkokat létesítenek, a héten pedig a Kígyó utcán is megkezdődött a kivitelezés. Itt megtörténik a Kígyó utca Debreceni út csomópontjának átépítése, gyalogátkelőhelyek és 2 irányú kerékpárút létesül, amely belecsatlakozik az Érkert városrészben korábban kiépített gyalogkerékpárútba, ezen kívül a Virág utcai útcsatlakozás is biztonságosabbá válik. A bontandó épületnek a felmérése zajlik jelenleg, a bontási tervdokumentáció összeállítása készül, illetve az útépítéshez kapcsolatos útburkolatbontási munkálatok kezdődtek el. A csapadékvízelvezető rendszer építésével fogjuk folytatni. Várhatóan 1-2 héten belül elkezdődik a hírközlési hálózatnak a kiváltása, elektromos hálózat átépítése és közvilágítás átépítése is elkezdődik 2 héten belül, illetve az ivóvízvezeték kiváltása is, majd az útépítési munkálatok, a szegély építés, útalapépítési munkálatok. A kivitelezési munkák elvégzésének ideje alatt a Kígyó utca, Debreceni út és a Katona utca közötti szakaszát lezárták a gépjárműforgalom elől. Jelenleg a Debreceni útról tilos behajtani a Kígyó utcára, az érintett szakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom került bevezetésre. A Katona utca, Katona köz és Kígyó utca közötti szakasza, illetve a Virág utca, Katona köz és Kígyó utca közötti szakasza ideiglenesen Zsák utcává vált. Ezért kérik a gépjárművezetőket, hogy lehetőség szerint más irányba közlekedjenek. Átadták a városi stadionban a felújított műfüves labdarúgó pályát. A legmodernebb technológiával készült borításon a Bozsik Akadémia fiatal futballistái játszhatnak majd. A beruházás 90 millió forintba került. A 90-es években az ország egyik legjobb minőségű salakos edzőpályája Nyíregyházán volt. Élvonalbeli csapatok mellett többek között a Dinamo Kijev és az ukrán korosztályos válogatott is itt készült hetekig. A salakos pályát aztán műfüves váltotta, de az első generációs technológiával épült talaj az elmúlt évtizedben teljesen tönkrement. Kemény lett a burkolat, ezért sérülés veszélyessé vált, nagyobb esők esetén pedig nem folyt le a víz, így használhatatlan lett. Ez a pálya hihetetlen rossz állapotban volt, 4 évvel ezelőtt javítgattuk, de akkor látszott, hogy teljes komplex felújítás kell. És hát mivel ez a pálya itt van, és itt célszerű, hogy legyen az új pálya is, ezért történt itt ez a felújítás. 90 millió forintba került, egy tovos pályázattal tudtuk megvalósítani. Ennek ugye a 30%-át a város, az önkormányzat biztosította, a többit pedig a cégeken keresztül. A pálya felújítása nyár elején kezdődött, és szeptemberre végeztek a munkálatokkal. A régi talajt teljesen eltávolították, és a vízelvezetésen is javítottak. Mostantól itt is edzhetnek a Bozsik Akadémia növendékei. Ebben a pillanatban van 4 műfüves pálya Nyíregyházán, lényegében félről indultunk, ezt egy félnek tekintem, és hát a város ugye rendbe tette az örökösföldi 2 füves pályát is, természetesen ott a Spartacus tulajdonosa is nagy részt vállalt abban, hogy az így megtörténhessen. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy most már van 6 olyan pálya, ami csak a Spartacusi és az utánpótlási, és ezen kívül is vannak azért azok a futballpályák, amelyeket még a nyíregyházi futball tud használni, szóval nagyon mélyről indultunk, de most már ennek az átadása azt gondolom, hogy egész jó lett a helyzet Nyíregyházán. A Bozsik Akadémián sok gyerek futballozik rendszeresen 6 éves kortól 19 éves korig. A mostani beruházással egy pályával több helyen tréningezhetnek, ami segíti az edzők munkáját is.
Az akadémiai csapata is a kollégiumból csak átsétálnak, nem kell külön logisztikázni, valamint a kisebb korosztályú játékosok is ugye az iskolákból könnyebben ide el tudnak jönni, mint a város különböző másik részeire. Tavasszal a belga Double Pass az összes magyarországi labdarúgó akadémiát átvilágította, és a rangsorban a Bozsika 9. lett. Eredményes 4 évet tudhat maga mögött a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete, hangzott el a tisztújító küldött gyűlésen. Az eseményen beszámolót tartottak az elmúlt 4 év eredményeiről, és szó volt a következő időszak célkitűzéseiről. Az elmúlt 4 év gazdag volt eseményekben a megyei Vöröskereszt tagjai számára. Több országos rendezvényt szerveztek a Szabolcsi megyeszékhelyen, többek között itt zajlott az országos első segélynyújtó verseny, de az országos csecsemőgondozási versenyen is több ezer fiatal és szakember mérhette össze tudását. Ugyancsak Nyíregyháza adott otthont az országos humanitárius település találkozónak, és 2014-ben itt volt az országos világnapi ünnepség is. A rendezvények mellett a szervezet több jótékony programot is indított. Többek között például a konyhakert programot, amelynek célja a saját zöldségtermesztés elindítása, öngondoskodás és a kertkultúra fejlesztése bizonyos rászoruló közösségek számára. De ide sorolható a rendszeres karácsonyi segélyakció is, és még sok egyéb más. Egy nagyon-nagyon gazdag, tevékenységekben gazdag, sok munkával járó, nehéz időszak volt számunkra, de nagyon eredményes, hiszen a jó hírünket elvitték ezek a rendezvények, az itt résztvevők. Elégedettek vagyunk az eddigiekkel. Egyedül, ami szomorúsággal tölt el minket, a véradás szervezés, hiszen ebben a megyében évtizedek óta kiválóan folyt a véradás szervezés, most sajnos negatív eredménnyel zárul. Az utóbbi 2 évben először 1100 mínuszunk volt, most pedig már közel 2000. Nehezen tudjuk szerintem megszólítani az embereket. Vannak olyan objektív tényezők, hogy ferezis állomások indultak Nyíregyházán, ahol ugye plazmáért plazmát adni mennek az emberek, és ezért a gyógyszergyárak fizetnek. A több mint 9000 főt számláló szervezet megyei tisztújító küldött gyűlésén beszámolót hallhattak a tagok az elmúlt 4 esztendő eredményeiről, de szó volt a következő időszak célkitűzéseiről is. A véradás szervezés, amire komoly figyelmet kell fordítani, hisz az egészségügyi ellátás szempontjából fontos, hogy a vérkészletek mindig folyamatosak legyenek, és a változó világban azért föl kell készülni a változás. Nem biztos, hogy a hagyományos toborzó módszerek elegendőek Magyarországon. És ide tartozik még talán az, hogy az elmúlt 4 évben sok olyan szituáció volt, és ide megyére is vonatkoztatva, ami katasztrófa helyzetek kezelésében jelentett igen komoly feladatot. Legutóbb itt a megyében a jégkár kapcsán volt egy olyan támogatási lehetőség, amely Genfből érkezett a mi kérésünkre, és amelyben a megyei szervezet igen komoly helytállást tanúsított, ami nem konkrétan a katasztrófa helyzetnek a kezelése, hanem az utómunkálatok a helyreállításban való szerepe a Magyar Vöröskeresztnek. Én azt gondolom, a jövőben elengedhetetlen és elkerülhetetlen lesz. A küldött gyűlésen elbúcsúztatták Szarkáné Kövi Mártát, a szervezet megyei igazgatóját, aki több mint 46 éven át volt aktív tagja a Vöröskeresztnek. Hogy ki lesz az új igazgató, az a pályázatok és a szavazás lezárta után október végén derül ki. A migráns helyzet és a terror veszély idén jelentősen átrendezte a nyári úti célok piacát, sok turistát veszített Törökország, Egyiptom és Tunézia, a nyertesek Bulgária, Görögország és Spanyolország tengerpartjai voltak. Emellett egyre több magyar vakációzott itthon, ők a Balatont, a Velencei és a Tisza tavat választották. Idén a nyári vakáció közelettével egyre nagyobb volt a forgalom az utazási irodákban. A tapasztalatok szerint a korábbi évekhez viszonyítva sokkal többen éltek az előfoglalás lehetőségével. Márciusban és áprilisban 10-20%-kal is olcsóban lehetett foglalni, és még széles kínálatból lehetett választani. Persze voltak, akik idén is a last minute utakra vártak, de az utóbbi években már szűkültek ezek a lehetőségek. Idén a migráns helyzet és a terrorveszély jelentősen átrendezte a turisztikai úti célok piacát.
Sajnos el kell mondani az idei szezonról, hogy nem sikerült a legkedvezőbben, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a terrorfenyegetettség és a migráns helyzet miatt nagyon sok magyar inkább itthon belföldön töltötte a szabadságát, aminek nyilván a belföldi turizmus nagyon örült, viszont a kiutaztatás terén lényegesen elmaradtak a mutatók az előző évhez képest, hiszen vannak országok, amelyek megerősödtek, lásd Horvátország, Bulgária, Görögország és a Spanyol-szigetek, illetve hatalmas visszaeséseket könyvelhetett el ugye Törökország, Egyiptom és Tunézia. Az egyéni utazások palettáján továbbra is közkedvelt volt Horvátország és Olaszország. A statisztikák alapján egyre több magyar maradt itthon, ők a Balatont, a Velencei és a Tiszatavat választották. Akik most az utószezonban szeretnének utazni, széles kínálatból választhatnak a nyári áraknál jelentősen olcsóbban. Miután a főszezonban nem történt terrorcselekmény a tengerparti arab országokban, az ottani kiváló időjárás miatt egyre több a foglalás, de nyomott árakkal várja az utazókat a török riviera is. Itthon pedig már a wellness szállodák kapják a főszerepet egészen a következő nyári vakációig. A passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik a rendőrség munkatársai Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Két személygépkocsi ütközött össze délelőtt a 41-es számú főúton a napkori elágazásnál az Ilona utca közelében. Az egyik jármű egy föld feletti tűzcsapot kitört és rajta állt meg. Egy gyermeket megfigyelésre kórházba szállítottak. Oros és Napkor között egy teherautó forgalmi okokból fékezett, a mögötte érkező autó erre jól reagált, de a harmadik jármű összetolta őket. A mentők a vétlen autóból egy sérültet vittek kórházba. A Hunyadi utca és a Vajj Ádám körút forgalmi csomópontjában a jelzőlámpák izzóit ledesre cserélték, így a jövőben jobban láthatóak lesznek a fényjelzések. A passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik a rendőrség munkatársai Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A TISZPOL nemzetközi akció keretein belül évente kétszer hajtanak végre olyan vizsgálatot, amely a közlekedési helyzet javítása és a közlekedők biztonsága érdekében történik. Megállítják a rendőrök a sofőröket. A passzív biztonsági eszközök használatát, vagyis a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukósisak meglétét ellenőrzik szerdán és csütörtökön Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Nem csak az eszközök meglétére kíváncsiak a rendőrök, hanem arra is, rendeltetésszerűen alkalmazzák-e azokat a közlekedők. A statisztikák alapján ugyanis ezek alkalmazása nélkül jelentősen megnő a halálos kimenetelű közúti balesetek esélye. Az ellenőrzés során minden járművezetőt megszondáztattak és átvizsgálták a csomagokat is. Azt tapasztaltuk, hogy egyre jobb követőbbek az állampolgárok, a járművezetők. Van, aki szívesen fogadja az ellenőrzést, van, aki nem, de mindenkinek, tehát az az érdek, az a közös érdekünk nekik is és nekünk is, hogy mindenki használja, kevesebben sérüljenek meg közútjainkon. A délelőtt folyamán 5 szabálysértőt értek tetten a rendőrség munkatársai, akik a helyszínen elismerték hibájukat, azok közigazgatási bírságra, akik pedig nem ismerték el vétkességüket, azok közigazgatási eljárásra számíthatnak. A rendőrök munkáját a polgárőrök is segítették a TISZPOL akció során, akik úgynevezett Matrix felismerő rendszerrel álltak az egyenruhások rendelkezésére. Az átfogó akciót több sofőr fontosnak ítélte meg. Azért, hogy mindenki betartsa a szabályokat, amit a rendőrség csinál, az egy nagyon jó dolog. Mindenkinek be kell tartani, szerintem. Az ellenőrzések folytatódnak, még csütörtökön is számítani kell vizsgálatokra Szabolcs-Szatmár Bereg megye útjain. Megnyerte az atlétikai magyar csapatbajnokságot Debrecen-Nyíregyháza közös csapata. A sportcentrum versenyzői közül 4 is győztek saját számukban. 5. lett a riói paralimpián Veres Amarilla, a nyíregyházi kerekesszékes vívó veretlenül jutott a 8 közé, és ott erősen vitatható módon kapott ki.
5 mérkőzés, 5 győzelem, Veres Amarilla megállíthatatlan volt Rióban a csoportküzdelmek során. Előbb az ukrán Brajsz ellen nyert 5-3-ra, majd a lengyel Fidriket verte 5-2-re. A lett Roszkova volt a következő ellenfél, és sima 5-1 lett a vége Amarilla javára. Az utolsó két meccs viszont nagyon izgalmasan alakult. Egy kínai és egy hongkongi vívó ellen is szoros küzdelemben 5-4-re nyert a nyíregyházi kerekesszékes vívó, és a 8 közé jutott a paralimpián. Itt az ukrán Brajsztól úgy kapott ki végül 15-13-ra, hogy az egyik zsűritag 5 büntetőpontot adott Amarilla ellen, aki így 5. lett. Egy éve a 3. helyen zárta a Magyarország atlétikai csapatbajnokságának döntőjét a DSCSI Nyíregyházi Sportcentrum közös felnőtt csapata. Ezúttal is magabiztosan jutott tovább az elődöntőből a székesfehérvári fináléba az együttes, és nagyszerűen szerepelt. A két nap során 11 első, 10 második és 8 harmadik helyezést szereztek a két klub legjobbjai, összesen 436 pontot gyűjtve. Szinte biztos volt, hogy nyerhetünk, de a nyáron voltak olyan sérülések és egyéb okok, ami miatt nem tudtunk több versenyszámban versenyzőket indítani. Ez összesen 7 versenyszám volt, és hát a verseny kezdete előtt azért féltem egy kicsit attól, hogy ez megbosszulja magát, de végül is a többi szakosztály, illetve egyesület versenyzőinek is hosszú volt ez a nyár, és ott is az eredmények nem úgy jöttek már szeptemberben, mint ahogy azt várták. Így a mieink lettek a legjobbak. A nyíregyháziak közül Szikszai Róbert diszkoszvetésben 60 méter fölött dobott, Bakosi Péter pedig 210 cm-rel nyerte a magasugrást, Pár Robin hármasugrásban győzött, Hellebrandt Máté a gyaloglásban ért elsőként célba. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Megkezdődött a Kígyó utca Debreceni út kereszteződésének fejlesztése. A területfejlesztési operatív program keretei között megvalósuló pályázat során a csomópontot átépítik, ezen kívül gyalogos átkelőhelyek és kétirányú kerékpárút létesül. Átadták a Városi Stadionban a felújított műfűves labdarúgó pályát. A legmodernebb technológiával készült borításon a Bozsik Akadémia fiatal futballistái játszhatnak majd. A beruházás 90 millió forintba került. Eredményes 4 évet tudhat maga mögött a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete, hangzott el a tisztújító küldött gyűlésen. Az eseményen beszámolót tartottak az elmúlt 4 év eredményeiről, és szó volt a következő időszak célkitűzéseiről is. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, rövidesen jön az időjárás jelentés, a legfrissebb hírekkel pedig csütörtökön este jelentkezünk majd ismét. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!